A Kistelki Szivárvány óvodában előadást tartott Szűcs László bűvész. Erről készült felvételeinket tekinthetik meg teljes egészében a következőkben. Ez a két a legjobb Nagyon kellemes, szép délelőttől kívánok mindenkinek, ez a mai nap, ez a műsor szerintem nagyon jó kezdődik, nem csináltam semmit, és már is tapsoltatok. Mielőtt bármit is mondanék, egy apróság. Napokban egy kedves barátommal találkoztam, aki szintén bűvész, és képzeljétek, mondta, hogy figyelj, Lassi, van egy ilyen magány mutatványa. Képzeljétek, elővett egy kendőt, és rendesen kiráztattál, látszott rajta, hogy üres. Összeszedekett a sarkét, odaért a negyedik sarka, aki egyszerűen kivett belőle egy balon. Egyébként hiszitek, ez körülbelül három napja történt, fogalma nincs a világban. Nagyon nagy kedvet érzi, mert nagyon sok segítő lesz, és természetesen csak csendben jelentkezőket tudok elfogadni. Az illem azt kívánja, hogy egy hölgyet hívjak ide először. Hölgyet, a lányom. A Bobobás jelenleg, gyere egy koszkás fősőbe, gyere hama. És még egy hölgyet, a másikat ilyen lila fősőbe, fejpánttal. Fiúk, lányok. Igen, ide mellé légy szíves. És a két hölgy mellé azért szerintem egy kiműt is találnak kellene. Egy szürke polos fiú, gyere hamar! Ilyen sárga, ez a lejt, egyszerű! Addig, amíg segédem idejön, addig adnék neked egy kendőt. Vizsgáld át, légy szíves! Ilyen sorvére, köszönöm! És természetesen a másik két segédmet még szeretnék egyet kendőt átadni. Hát nem tudom, ez jó lesz? Parancsol! Köszönöm! Kisbarátom, neked ez marad! Szeretném, hogyha átvizsgálnátok a kendőket, és hogyha mindent rendbe találtok, akkor szeretném visszakérni. Nagyon precízek egyébként. Tövérő hegyére. Mindjárt vége a műsornak, szóval szeretném visszakérni. Alaposan át már nézve. Igen, de már szinte laposan. Jó, nagyon szépen köszönöm. Egy darab. Még egy és egy harmadik. Hát a vége azért már gyorsan ment, viszont látom, nem készültetek. Ugye? Hát nem hoztak varázspálcát. Semmi gond, én készültem. Egyet a hölgynek, egyet a másik hölgynek. Húha, neked nem maradt, nem baj? Csak vicceltem. Így a dobon én. Most jön az igazi varázslat. Nem tudod, tudtok-e varázsigét? Semmi gond, azért vagyunk itt, hogy segítsek. Csirigú-csiribá, hókusz-pókusz, vagy abrakadabra. Melyik legyen? Abrakadabra. Nem ablakadabra. Semmi gond, zavar a fogsorod, semmi baj. Na, csináld ki egy varázskört, és mondjátok el jó hangosan, hogy abrakadabra. Abrakadabra. Ide a kendő köré, nem oda, ide. Abrakadabra. Begyűjtöm a varázspálcákat, csücs! Most pedig, ha már kendőke varázsoltuk, legyen eljönta, legyen egy kis változatosság, mondjuk a változatosság első része az lenne, hogy kérnék egy kis ennek. Na, ez már jó változás.
Nem tudom, esetleg jöhet egy kártyamutatvány? Igen! Meg vagyok igazol, köszönöm szépen! A bűvész, hogy elővesz egy csomag kártyát, kiveszi a tokból, és természetesen minden csalást kizárjon, egyébként is így. Össze kell keverni a csomagot, otthon megkevertem, de úgy se innétek el. Jöhet még egyszer? Igen! Köszönöm, aztán inkább készen, mint egyszer sem. Na, a dolog eddig nagyjából rendben van, na most jön a varázslat, figyelj! Rá kell fújni a csomagra, el kell mondani a varázsigét, csiribú, csiribá, és ami még elég is fontosabb, meg kell sózni egy kis varázslóval, az így néz ki. Hiszitek, ha nem? Ettől már is összekapottak. De hát ez még nincs vége a történetnek, csomagot óvatosan össze lehet hajtani. Nagyon nehéz, de sokat reggeliztem, remélem ti is. Így aztán jó előre vagyok. Ezt óvatosan meg lehet tornáztatni. Sőt, ki lehet fordítani. Lehet belőle csinálni egy kalapot. Most pedig a legegyszerűbb, most következik. Össze kell szedni a csomagot, hát ez aztán tényleg nem egy nagy ügy. Néha bíztatni is szoktam. Eltűnhető mutatvány. Nem tudom, döntsétek el, óvó bácsi tüntessünk el, vagy óvó néni? Óvó bácsi! Hát én inkább a másikról szavaznék, hát most már mindig. Egy ügyes kislány, hogyha volna köztetek, aki segítene. Egy pici lát, gyere légy szívem. Érkezik a segédem, én pedig már is készítem a kendőt, hiszen ezek mindig átvárosságok. Egy keresztelt, ha kérhetnék, hogy hívnak téged? Zoe, gyönyörű neved van, te választottad? Igen, jó. Na, Zoe, először is adnék neked egy szép nagy kendőt, vizsgáld át, légy szíves. Én addig felhúzom a kabátulját, mert Bobó néni, Bobó bácsi hajlamosak azt mondani, hogy a bűvészek a kabátuljuk, bocsán, neked persze. Nem így van. Zoe, rendben van? Köszönöm szépen. Nagyon vigyek. A kendőt ráterítem a jobb kezemre, neked pedig szeretnék átadni egy kendőt. Nem tudom, milyen színű szeretnél. Csak fehér van. Jó, na, ezt megbeszélt. Jó. Megkérlek, nézd el Gyüldira ezt a kendőt így a tenyerem közepében, mint eltüntetnél. Gyüldjen bátran, csak mindent, mert csitlandós vagyok. Jó, jó, bátran. Jó, jó. Egy pici azért látszol ki belőle, legalább így a csücske. Jó? Milyen varázspálcát kérnék? Kisebbet vagy nagyobbat? Kisebbet, hát akkor adnék neked ilyen tényleg nagyon szép nőies varázspászát, és egy fontos dolog, tudnod kellene varázsigét. Csiribú-csiribá, hókusz-pókusz vagy abrakadabra, melyik legyen? Abrakadabra. Jó, csinálj ide egy varázskötét, mondd el jó hangos, hogy abrakadabra. Abrakadabra. Figyelj, ha nem látom a fehér kendőt.
Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket, bár egy kis hiba csúszott a dologba, én azt mondtam, hogy a galambokat kell eltüntetni macskáról, szó nem volt, de most már mindegy. Egy ügyes fiú, hogyha volna, aki csendben jelentkezik, ez őt volos fiú leghátulról. Gyere hamar! Én vagyok már egy biztos kedvőt. Érted a segédem? Szia! Laci vagyok téged, hogy hívnak? Olivier. Nem baj. Na, Olivier. Tényleg, ez sem úgy eszembe jut. Olivier, varázsoltál már, vagy kezdő vagy még? Nem, még nem. Akkor kezdhetjük, ugye? Addig el egy fehér színű kendőt, mancs, hogy? Aztán keresek egy. Micsoda? Nem, az nem fehér. Bocsánat, az fehér, csak kékre van festve. Ja, nem teszem. Na, ja, lényeg a következő. Kék kendő rendben van? Jó, akkor cseréljük. Köszönöm. És kis segédem, azt a kis piros kendőt rövidesen el fogja tüntetni. Menni fog, ugye? Reméljük. Na, kék kendőt a bal kézre, de csinálok egy kis lukat. Bocsánat, hadd kérjem vissza. És beleírom a kék kendő közepébe. Gondolom a színeket meg tudjátok különböztetni. De most jön a varázslat. Én számolok háromig, én kimondom, hogy három fújjára lészes a piros kendőre, és hogy a kendő eltűnik, akkor egyet is szívesek, tapsoljátok meg őt, jó? Kezdjük? Egy, kettő, három. Bocsi, elnézést, én rontottam, mert túl magasra emeltem, és csak a kéket tudta fújni. Na kezdjük. Egy, kettő, odafúj a közepébe. Fújjál, fújjál. Azért ahhoz képest, hogy kezdő vagy, ez egészen jó. Ha megkérnélek... Sőt, kicsit megkérlek. Esetleg vissza tudnál varázsolni a kendőben? Köszönöm. Nagyon figyelj, segítem rövidesen, vissza varázsolni a piros kendő. Két kendőt a bal kézre, ugye csinálj egy kis utat. Megvárjuk, mert a segédemet megzavarjátok, hogyha ilyen hozzavar van. Kis barátom, kézzé van a jobb kezed. Melyik a jobb kezed? Tökéletes, nagyszerű. Jobb kézzel nyújj be a levegőbe, mintha megfognád a piros kendőt, és mondjad hangos, hogy hopp. Hopp. Nagyon jó. Napid a közepébe, és mondjad, hogy hopp. Hopp. Nézd már, ott van, húzd ki gyorsan. Sok segítő lesz végül a felje. Érkezik a segédem. Szia! Laci vagyok téged, hogy hívnak? Hello! Adnék egy piros kendőt. És ígérem, most mindenki segíthet majd egy varázs fújással, Bobó néni, Bobó bácsi, nem lazsálunk. Jó? Szerint a közönséggel. Kis mosolyt a csapat. Nagyon jó. Pontra, javánja, hogy pirosan gyűjtök bele a képet. Jó. Nagyon figyel. Ide a piros kendőt. És egy varázsfújás mindenkitől háromnak. Felkészült mindenki? Nagy csendet. Nagy levegőt. Egy, kettő, fújjon, három. Nagyon szépen köszönöm, egy nagy tapsot magatoknak. Egy kicsit gondban vagyok, szeretném, hogyha elmondanátok, hova fújtátok el a piros kendőmet. Nem tudjátok? Nem van. Megkeressük. Kék kendőben nincs? Hát abban nem látok. Pillanat. Nem, megtaláltam. Ne keresgél. Ez a kis kendő, ott van. Kilóg a csiske, fordulj felé, légy szíves. Teljesen. Kutya fülébe került ide. Köszönöm szépen!
sok segítő lesz, de előtte egy nagyon egyszerű mutatvány. Látom a kezeket a magasból, én csak nem mindenkinek a mutatóját szeretném látni. Csak azt az egyet. Csak a mutatóját, valakit még nem látom. Na most jön a mutatvány, figyelj! Hogyha ezt a mutató ujjatokat pontosan a szátok elé helyezitek, így lehet csendet varázsolni. Nagyon szépen köszönöm, és már látunk is egy hölgyet, leghátra egy ilyen ciklámeszkedő fősőben, és egy oszkorú kislányi középen szűrünk a fősőben, nem figyel rám. Gyere hamar, hölgyek a jobb oldalra, és hogy nem húzom félre a dolog, két minutit szeretnék majd találni, de én már közben készítem a kezdőket. Mindiszem a közönséggel. Köszönöm. Jó, köszönöm. Egy szemüveges sászta még nem voltál, ugye? Nem. Akkor gyere gyorsan. Sem voltam még. És meg szürke bólós mi? Igen, rám mutatod, gyere hamar. Uram, a bal oldalra. Én pedig a következő segédel. Én pedig a kendőket. Miután nagy csendet átadnám segédeinek. Milyen színű kendőt szeretnél? Egy piros kendőt neked. Kis barátok, milyen színű szeretnél? Mondja. Sárga. Jó. És te milyen szeretnél? Színes. Milyen? Színes. Ez mind színes? Gondba vagyunk. Kéket. Jó, hát azért. Csak sikerült? Én te is egy kéket. Jó. Jó, én erre gondoltam. És azt mondja, hogy te melyiket szeretnél? Hát de bocsánat, de van még egy lehetőség. Egy képet neked. Sőt, kis barátom, te jössz? Egy pirosat. Jó. Piros vagy a sárga? Sárga. Sőt, piros vagy a piros? Jó. Na, eddig jó. Igen, a következő. Elmúlt napokban nem voltam Szeged környékén, megvárjuk, amíg csend lesz, és képzeljétek, az ország másik felén esett az eső, és mit felejtettem otthon? Természetesen az esernyő. Hazafele jövet, vásároltam egy erdőt, el is dugtam, mert nagyon féltem, szerintem szép darab. Hát persze, hát most még megvan. Tetszik? Hát olyan. Igen. Na, egy pillanat. Eddig ugye, mint mondtam, el tudtam bújni az esernyőt, viszont most szeretnék kérni a segédet, főleg egy hölgyet. Neked már szántam, jó? Jó, ha te már segítettél. Egy hölgy, gyere légy szíves. Fiú, bocsánat, maga arcod van. Jó. Szemben a közönséggel, részes kapta lábad közé. És megkérlek, nagyon vigyázz rá, ne adod a senkinek, jó? Most pedig szeretném bemutatni azt a varázsákot, amit legutóbb is elhoztam, és legutóbb is elfelejtettem beúzni a szívfel. Se baj, legalább tudjátok, hogy üres. Jöhetek a kendők. Melyiket dobnál bele először? Hát, legyen úgy. Egy piros. Kis barátom, te jössz, sárga vagy piros? Sárga. Legyen a sárga. Kérletes? Kék vagy a sárga? Kék. Zűdj be azon. Segítek? Jó, kis barátom, te vagy? Piros. Legyen a piros. Tökéletes. Kék vagy a sárga legyen? Kék. Kék. Zűdj bele, piros vagy a kék? Kék. Kék. Elkéstek. Ne. Picinyem, te jössz. Zűdj bele. És utolra természetesen a piros. Igaz, a kendő karakterítás. Viszont szeretnék adni a varázspászát a mesternek. Nagy csendet szeretnék kérni, ugyanis. Nagy csendet szeretnék kérni, hiszen jön a varázsló, és nem hallom a varázsigét. Csinálj egy varázskört, négyszeres mondd el a varázsigét, és koppints ide a szélére. Figyelj! Négyszer. Nekem mindenhányszor mondod.
Csak jó legyen. És a varázsige, varázskő, varázsige, kop. Na, figyelj! Na, várjál! Varázskör, csiribú, csiribá, kop. Na, gyere! Juha, emlékszel, milyen színűt elődobtál vele? Képbe. Úgy van. Nyújj bele, így gyorsan vedd ki, amit te dobtál vele. Zügy! Azaz! Meglátom? Állat, úgy. Ha nem viccel. Figyelj már! Ez nem kellő. Igazság az, hogy szoktam mondani,
legyen jó hírem és egy rossz. Melyikkel kezdjük? Ja, igen, rossz hírem az, hogy már csak egy lemezem van. Jó meg az, hogy van még egy. Egy hosszú hogy kisfány meg hátulra. Meg egy pint a másik oldalra. Ez öt polos hír, te nem voltál még, ugye? Te voltál? Megálljunk, amíg nagyon nagy csendet tett. Ismét csak megzavarjátok a segédeimet. Kisasszony, és hát a szalad. Ja, a lemet kezdem én mindig. Fekete? Na nézzük. Hogyan emlékszel? Én hogy csináltam? Próbáltam. Nem emlékszel? Hallja, bárjál. Azok egy kis tanultok. Jó? Meg kell dörzsölni, maradjunk ebben. Jó, ennyi segítek. Dörzsöljek. Ha nem hallott a varázsok. De tudod mi? Akkor kénytelen vagyok helyetted megdörzsölni. Jó? Kis barátom, te jössz. Te légy szíves a másik oldalán. Fölére portalanítással. És ha már nálam van a szallag, mint a villám, tudd át a szallagot. Tökéletes, nagyszerű, és természetesen, ami nem van, bezonyám a varázsok. És ha hiszitek, ha nem, levetem. Hát nem hihetek haza. Köszönöm szépen, úgyis vissza helyetekbe. Most pedig úgy gondolom, hogy varázsoljuk. Tudjátok, még egy hatalmas csendet. Ugyanis ezt a csendet azért kértem, mert eddig kizárólag veletek varázsoltunk, és szeretnék bemutatni a felnőtteknek, vagy a Zsombolénének, a Zsombolbácsinak egy mutatványt. Benne volnátok? Igen! Köszönöm, köszönöm! Zsombolnéni, te szeretnél tudni nekem adni egy darab papírsebbi? Nagyon szépen, köszönöm! Nagyon figyelj! Esélyén megadom, jó? Esélyén megadom. A papír zsebét ilyen vékony szeletre el lehet tépni. Sok-sok csíkra. Először persze, hogy jönnek adnék, ha már öntől kaptam. Megadok hátrább is egyet. Ja, meg azt még el lehet osztani még talán kettőben. Jövök a másik oldalra is. Hát csak egy sem vékonyos vagyunk. Nem is valami rendet tettél színe hozzá. Nem jó. Önnek is egyet. Viszont most már tovább azért nem osztom, mert végig kérdő minden fog bemutatni, amit szeretnék. No. Bobó néni, Bobovás. Nagyon figyelnek. Ti pedig azért figyeljetek, hogy otthon anyuzak és apunak el tudjátok mondani. Akinek jutó zsepi, legyen a kedves hajtsa kettőben. Nem egy nagy ügy. Nagyszerű. Aztán még egyszer kettőben, és az aljára tekerjenek egy kis csücsöt. Mielőtt tovább folytatnám, kérnélek benneteket, ígérjétek meg, ezt a mutatványt otthon nem fogjátok kipróbálni. Rendben? Köszönöm. Ezt pedig azért kértem, mert ez a mutatványra szükség van egy doboz nyugvára. Nyugi, ilyesége semmi jó, ha nem, ha jól hoztál, hogy nem történhet majd nektek, akkor sem. Akinek jutott semmi, ne kotorászol a nyugva után, inkább figyeljenek el jóval fontosan. Dobozból egyetlen szátőr, ami használható. Gyakran felhúzom a kabátulját, hogy bárki csalásra vádolj. Sorrend roppal fontos. Előbb van. Gyufát kell megnyújtani, aztán a zsepi. Sorrend fontos, mert fordítva úgy se sikerül. Ha meg kell nyújtani a zsepi, ilyettségre semmi jó. Így a körmük közé kell fogni. Mikor ráig a körmükre kezded be egy kicsi süti. Az még nem van. Ha már nagyon süti, egyetlen megoldás a hú, lecsék a tenyerükben, húják ezt a koszos végterméket, és hagyják ki azt a végterméket, ami...
hogy legyen egy napcsend, és legyen köztetek egy bátor, hosszú hajú kislány. De legyen szíves, olyan éven ígértem már neked, de legyen szíves. De nagy csoportos vagy, ugye? Még át gondoltam. Most hát minket csendet szeretnék kérni, mert nem hallottam a bemutatkozását, hogy hívják téged. Marka, Marka, te bátor kislány vagy? Jó, ez mindjárt kiderül, hogy vajon tényleg így van-e. Marka, ebből a gyönyörű szép hosszú hajadból egy hajszállal kérnék kölcsön. Adnál neked? Tényleg bátor. Ne aggódj, amikor kihúzom, nem fog állni, jó? Megkeresem a leghosszabbat. Az innen nő ki. Hozom a fájdalom csillapítót. Addig, amíg hat a fájdalom csillapító, addig hozok egy kendőskét, ennek a sarkára én már előre kötöttem egy csomót. Ez a részen kezd már zsikadni vagy viseregni? Semmi gond. Még egy dózis. Azt mondja, hogy igen, jó. De ha tegyük föl véletlenül, mégis fájna, nyugodtan sikítasz, jó? Nyugi. Egy, kettő. Ne fáj? Jól van. Jól van. Jó a világ. Most vagy a hajszálad vékony, vagy a szemed valami. Figyelj, próbáld meg a kezdőt részeset csökni. Meg a hajszáladat is, jó? Jó, köszönöm. Bocsánat, de most már kell egy kis segédeszköz. Ez egy tekedes
segítsenek. Már egy csökit a csücskét meg kell tőlünk. Most pedig rövidesen úgyhozom Hovó néni, Hovó bácsinél is tőletek. Köszönöm a figyelmeteket. Bocsánat, hogy igyekeznek kell, mert van még egy következő előadásom is. És elfogyott az üdítem. Bocsánat, most ennyiben megkínálni valaki, de viccel. Tényleg jut eszembe, itt a környéken lehet-e ilyet kapni? Na ott biztos nem. Tehát abban akármilyen bulta, ne. Bocsánat, ennyi idő nincsen, az idő teli. Ki segítem, gyere vissza egy csöpit, dolga, gyere vissza egy csöpit. Gyere. Várj, elhúzom. Hogy is tér a fejed, légy szíves? Így előre.